Sziasztok, Takács Péter vagyok, nézzétek ti is a Zene Show TV-t. Kettő-kettes döntetlent játszott a másodosztályú Sziget-Szent Miklóssal Mezőkövesd labdarúgó csapata, de Weber György a kövesdiek mestere a mérkőzést megelőző napon két fizikailag igencsak megerőltető edzést vezényelt csapatának. Ma direkt fáradtabban akartam a csapatot látni, hogy gondolkozni tud-e, okosan tud-e futballozni. Nem készültünk mi erre a mérkőzésre, hogy frissek legyünk. És ez, hogyha olyan állapotban lesz a csapat mondjuk majd az NB1-ben a 70. perc körül, mint most itt az elején, hogy a labda menjen gyorsan, jó helyekre mozogjunk, nem is dinamikusan, mert az még nincs benne a csapatban annyira. Mikor tudjuk a játék ritmusát mi úgy szabályozni, ahogy nekünk jó, gyorsítani, lassítani, na ezekben kell majd fejlődni. Például a mérkőzés utolsó 10-12 percet, ez egy teljes kaotikum volt, itt össze-vissza rugdalta mind a két csapat a labdát, szerintem nagyon fáradtan, és ebben az állapotban várok nagyon nagy javulást, mert akkor az a csapat fog nyerni, és az szerez pontokat, aki okos, higgadt és jó megoldásokat hoz, hát ez ma nem jött össze még. A Diósgyőrtől Kövesdre igazoló Takács Péter az eddigi edzőmeccseken begyűjtött 4 kapufa után az STK ellen megszerezte első kövesdi gólját. Az új szerzemény szerint a Mezőkövesd a játékával színesítheti az NB1 mezőnyét. Ugye a Weber csapatokat jellemzi azt, hogy stílusosan játszanak, szóval az a lényeg, hogy legyen a csapatnak karaktere, illetve stílusa, és mi ezt próbáljuk, úgymond ezzel próbáljuk színesíteni a magyar NB1 mezőnyét. Úgyhogy még egyszer mondom, itt a legminimálisabb dolog az, hogy benn maradjunk, és utána pedig szép játékkal tudjunk előrukkolni. A Weber stílusról Weber Györgyöt is megkérdeztük, hisz a bentmaradásért küzdő újonc bármilyen szépen is játszik, az nem mehet az eredményesség rovására. Nyilván az én csapataim nagy valószínűséggel nem fognak soha olyan futballt játszani, hogy beállunk bunker futball, és előre vagdoljuk, mondjuk, vagy akár kontra futball, de hát egy-egy mérkőzésen belül minden előfordulhat, és hát mivel újoncok vagyunk, igen, ez is benne van, hogy azért az én általam elképzelt ez a rövid passzos, rengeteg labdatartáson alapuló, és ez tényleg zónáról zónára felépítendő rövid passzos játék nem mindig működhet, mint hogy például a mai mérkőzésen a hazaiak nagyon agresszívan a pálya közepén ezt döntő többségében meg is akadályozták. De hát ezen dolgozunk, ezért kell rengeteget edzeni, hogy ez összejöjjön, mert hogyha ez megy, működik, akkor lesznek pontjaink, lesz olyan meccs, ahol majd be kell, tehát igazából mondom én az edzői, az politikámat nem adom fel, és át szeretném ültetni a csapat, és ezen dolgozunk, ez is lesz a fő csapásvonal. Természetesen nyilván ez nem csak arról szól, hogy mi passzolgatunk és brillírozunk, itt a védekezésről is rengeteg szó esik, meg dolgozunk rajta, úgyhogy én azt hiszem, azért a csapatnak lesz egy stílusa, volt is, sokkal kiegyensúlyozottabbá kell tenni csapat teljesítményét, mint az ősszel volt az első osztályban, elég hullámzó volt, tehát nem várt vereségek, nem várt idegenbeli bravúrok, tehát ezt kell valahogy szinkronba hozni, hogy egy jó kiegyensúlyozott teljesítményt tudjunk nyújtani, és akkor az sok mindenre elég lehet nyilván, de az elsődleges szempont, hogy bent kell maradni az első évben. Ebben pedig az Újpestről Kövesdre tartó Vermes Krisztiánnak is nagy szerepe lehet, akit ha sikerül az újoncot csábítani, akkor Mezőkövesden véget ér a téli jövésmenés. Előre haladott tárgyalásokat folytatunk, ez egy-két napon belül eldől. Egyébként úgy gondolom, hogy lezártnak tekinthető a részünkről a átigazolás. A kieső helytől csupán 3 pontra lévő kövesdiek tavasszal rögtön az első 6 fordulóban bebiztosíthatják NB1-es tagságukat, hiszen a Kecskemét, a Pápa, az Újpest, a Puskás Akadémia és a Honvéd után a Kaposvárral meccselnek. Azaz a közvetlen riválisok elleni meccseket már a legelején le tudják.